Sziasztok! A következő monológomat a Facebookra vettem fel, és ott osztogatom most már körülbelül 3 hete, néhány naponta. Na jó, most pont nem, mert megint letiltottak 30 napra, de amint visszaengednek, még azért néhányszor közzé fogom tenni, hogy eljusson minél több emberhez. Na mindegy, a lényeg az, hogy a Facebookra készült, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis közzéteszem, illetve megosztom a YouTube-on is. Hallgassátok! Kb. Másfél éve már törölte egy hasonló témájú videómat a YouTube, és figyelmeztetést is kaptam, hogy a csatornám is ugorhat, ezért úgy döntöttem, hogy jelen esetben csak a Facebookon osztom meg ezt a kis monológot. Hát kis szerencsével így is azért eljuthat elég sok emberhez, mielőtt innen is eltávolítják valami független tény ellenőrzők vagy kicsodák. De még az is lehet egyébként, hogy a YouTube-ra is felrakom, lesz, ami lesz. Ha törlik a csatornát, ám legyen, akkor lennék igazán bűnös, vagyis inkább bűnös, ha ezt titokban tartanám, vagy legalábbis nem hangoztatnám minden elérhető lehetőséggel. Hát először is, igaza van a Rusfainak abban, Rusfai doktor úr, vagy tanár úr, vagy professzor úr, vagy tudom is, hogyan nevezik. Tehát igaza van abban, amit a tévében nem mondhat ki, de a neten már kétszer is nyilatkozott, hogy minél tovább mutálódik egy vírus, annál gyengébb, és minél többször kapja el valaki, annál gyengébb tüneteket tapasztal, míg nem már észre sem veszi, mivel totál rá van már készülve az immunrendszer. Nagyon jó hasonlat volt részéről az is, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint a gyereket a labdával. Ha megtanulja elkapni és eldobni a pöttyös labdát, onnantól mindegy neki, hogy az a labda pöttyös, elefántos vagy szívecske, és mindegyikkel ugyanezt fogja tenni. Tehát így működik az immunitás. És akkor most jöjjön az én történetem és módszerem. Előre fel szeretném rá azért hívni a figyelmet, hogy nem vagyok se önjelölt immunológus, se virológus, és az sem biztos, hogy az általam alkalmazott módszer, vagyis vitamin adagolás volt folyamatosan a segítségemre. Talán csak a csodálatos genetikám, ki tudja. Minden esetre megosztom, és... Tehát, hogy én hogy küzdöttem le többször is a koronát. Vagyis, hogy szerintem minek köszönhető az én megbetegedéseim minőségbeli lefolyása. Mindenki tudja, hogy sokan kórházba kerültek, nagyon sajnálatos, de nagyon sokan meg is haltak, míg a szerencsésebbek otthon kifeküdték a fertőzés okozta betegséget. Hát, hála Istennek, én egyik csoportban sem voltam sorolható eddig, és remélem, hogy nem is leszek, pedig minden hullámnál éreztem az aktuális tüneteket, csak éppen olyan gyenge minőségében, hogy arról még beszélni sem érdemes. Ugyanúgy edzettem, fát vágtam az erdőben a haverekkel, szóval mindent ugyanúgy csináltam, mint máskor. Munkahely felé nem volt elszámolási kötelezettségem, mivel nyugdíjas vagyok már 10 éve. Persze a kötelező karanténidőre mindig odafigyeltem helyjel közzel. A legdurvább tünetem pedig az volt, amikor a negyedik, vagyis a delta hullám taréjon a szokásos 6 km futásomat 5 km után abba hagytam, mert úgy éreztem, kezdek fáradni. Szóval egy gyenge krákogáson és torok kaparáson kívül soha semmi tünetem nem volt, hogy le is kopogjam, és az is csak pár napig. Mondjuk nem vagyok egy babonás alkat, hogy itt kopog, na mindegy, szokás. Tehát az is csak egy pár napig volt az a kis nagyon gyenge valami, ami tényleg említésre sem méltó. Most a legutóbbi alkalommal viszont, most ugye az 5. hullám taréjon, ez most nagyjából most zajlik, már tényleg semmi tünetem nem volt, mikor elkaptam a nyavaját. Nem is tudtam volna róla, ha hülyeségből nem csinálok egy ilyen ráköpős tesztet, mert már nem is tudom hányadszor vágták karanténba a bölcsödés és az óvodás fiaimat, meg az asszonyt is állandóan körbeköhögik a kórházban. És ő is otthon vergődött, egyébként ő ápolónő, és hülyeségből elhasználtam az itthon készleten lévő 2 darab tesztből az egyiket. Na jó, annyi, hogy kicsit viszketett a szemem és a fülem, de azon kívül tényleg semmi. Aztán, már mutatom is, ilyen lett ez a kis ráköpős. Kell egy kis idő, mire kitisztul a kép. Jó, tehát ilyen lett. Hát mondom, ezt nem hiszem el, már megint koronás vagyok. Még jó, hogy csak 5 nap a hivatalos karantén, így csak ennyit kellett lelkiismereti okokból betartanom. A betegségre való tekintettel futni sem mentem, de azért így is 2 naponta lement otthon az a hát 30 perc alatt az a 60 húzózkodás, 60 tolózkodás, 120 fekvőtámasz és 120 guggolás. De most már tényleg jöjjön a módszerem. Hát én nagyon régóta, legalább 20 éve eszem a vitamintablettákat, méghozzá az orvosok szerint beteges mértékben. Hogy milyen vitaminokat, milyen mennyiségben szedek, és hogy melyik milyen hatásmechanizmussal segíti a szervezetünket. Külön-külön videókban fent vannak a YouTube csatornámon, Rulek Zoltán név alatt, tehát nincs álnév, meg ilyesmi.
normálisan nevemben megy a csatorna, tehát ott megvan mindegyik. Erre most nem térek ki, csak azokat említem, amelyek kifejezetten most váltak említésre méltóvá. Ezek a C-vitamin, a D-vitamin, a K2 vitamin és az ezüst kolloid. Tehát ahogy kitört a világjárvány, most már több mint 2 éve, megemeltem ezeket az adagokat a napi rendszerességemben, és tehát a C-vitaminból 3000 mg-ot szedek, D-vitaminból 15000 nemzetközi egységet, és K2 vitaminból 120 mikrogrammot. Tehát azért meg is mutatom, itt Facebookon talán nem minősül annyira reklámnak ez a dolog. Ebből a C-vitaminból dobok be 2-t, ez ugye 1500-as, ebben már eleve van darabonként 400 nemzet, tehát ez már akkor itt 800 nemzetközi egység D-vitamin. Akkor ebből dobok be egyet, ez K2 vitamin 120 mikrogrammal, de ebben is van 2200 nemzetközi egység D-vitamin, és ebből dobok be 3-at, ezek 4000-es tabletták, ez ugye ez még 12000 nemzetközi egység D-vitamin. Tehát ezeket szedem. A C-vitaminból ugye az orvosi ajánlás 50-szeresét szedem naponta, a D-vitaminból a 70, inkább 75-szörösét, K2-nek meg nem is tudom mi az orvosi ajánlása, de ez a 120 mikrogram elvileg tökéletesen elég belőle. Ha pedig éreztem bármelyik hullámtaréjon, ez is nagyon fontos, ez a része is ennek a dolognak, ha bármelyik hullámtaréjon éreztem bármi nemű tünetféleséget, akkor pedig vettem egy ilyen 2,5 decis ezüst kolloidot. Egyébként mindegy, melyiket veszitek, ez 20 ppm-es, tehát egy ilyen 2,5 decis vettem, a kupakja pontosan 10 millis, és reggeltől estig minden órában egy kupakkal megittam, de mielőtt lenyelem, jó sokáig tartom a számban, hát jó sokáig, 3-4 percig, amíg bírom nyálömléssel, hogy minél több hatóanyag felszívódjon a már a nyálkahártyán keresztül, és csak ezután nyelem le. Tehát nincs olyan, hogy kiköpöm meg szájöblöget és francot, megiszom, kész. Egy ilyen 2,5 decis, így 2 nap alatt el is fogy, tehát róla is van egy videóm a YouTube-on, külön az ezüst kolloidról is. Még egyszer mondom, óránként, így 2 nap alatt fogy el egy ilyen 2,5 decis, és ez elég is. A vitaminokat pedig örökké, ott nincs kúraszerűség, örökké kell szedni. Aztán még lehet szirupot készíteni babérlevélből, vagy babérlevél teát, ez is fent van a videócsatornámon, most erről sem akarok beszélni, ez régi balkáni szirup köhögés elleni címmel, vagy valami ilyesmi formációban van fönn. De ami a legfontosabb, még egyszer, a C, a D és a K2 vitamin az említett adagolásban, na hát így harcolok én a korona ellen, és nagy valószínűséggel, legalábbis én úgy gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy nagyjából ennyire vágott földhöz mind az 5 alkalommal a nyavaja, mert mindig elkaptam ezt 100% folyamatosan, mindig éreztem csak nagyon gyenge minősítésben a tüneteket. Most legutóbb is itt van a teszt is. Tehát ha törli is a Facebook, amit itt elmondtam, attól még a vitaminfényképes posztomat osztogatom rendszeresen. Igaz, hogy ott 10000 nemzetközi egység D-vitamint írtam ki, mert az is elég, csak hát én szeretek biztosra menni, és jobban is illik a 100 kilómhoz a 15000 nemzetközi egység. Na, hát ennyi volt, remélem sokatokhoz eljut ez a kis megnyilvánulás még mielőtt törlik, engem pedig ugye letiltanak már sokadjára. Úgyhogy akkor még egyszer, C, D, K2 az említett adagolásban. Jó egészséget mindannyiotoknak. Sziasztok!